A magyar kormány szerdai ülésén tárgyalt többek között az illegális migrációról, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely kifejtette, hogy a déli határnál a helyzet rohamosan és negatív irányba változik. Mint mondta, a tavalyi évben január 1-e és június 6-a között 47 ezer határsértőt tartóztattak fel az egyenruhások. Ugyanebben az időszakban az idei évben 110 ezer embert kellett feltartóztatni. Ez azt jelenti, hogy egyetlen egy év alatt éves alapon összehasonlítva a tavalyi adatokat az ideiekkel, 92%-kal nőtt az embercsempészet miatt elfogadtak száma. Az embercsempészeknél is azt látjuk, hogy tavaly 431 embercsempészt, idén pedig 831 embercsempészt fogtak el. Velük szemben büntetőeljárások is indultak. A miniszter kiemelte, hogy míg a déli határon a migrációnak van kitéve az ország, addig Ukrajnában háború zajlik, ahol katonákra van szükség. Ha a brit kormány mozgósítást rendel el, akkor a magyar katonáknak is elsősorban az ország keleti felén kell tartózkodniuk. Éppen ezért új intézkedést vezetett be a belügyminisztérium. Határvadászatot hozunk létre, határvadászokat fog a belügyminisztérium felvenni, és körülbelül 4000 határvadász lesz akkor, amikor a rendszer beáll és működik. Először 2200 határvadászt fog a belügyminisztérium felvenni. A határvédelmet együttműködve a rendőrökkel ők fogják ellátni. Az elmúlt időszakban nem csak megnőtt a száma az erőszakos határsértőknek, hanem ezek a migránsok sokkal agresszívebbek is lettek, hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. A szerb oldalon ugyanis fegyveres konfliktus robbant ki nemrég, amelynek halálos áldozatai is vannak. Fegyverrel kísérlik meg a kerítésen való átjutást a határsértők, így a rendőrségen belül egy speciális alakulatot hoznak létre. Ezzel tehermentesítik a katonákat, de többen fogják védeni a határt. A szükséges költségvetési forrásokat pedig a honvédelmi alapból fogják biztosítani.